Ez nagyon-nagyon jó, a kanadaiak mögött a második helyen vagyunk. Samuel Girard az, aki korcsolyázik, és mellette pedig Liu Shaolin Sándor. Vélhetően ők ketten fognak majd egymással csatázni, már csak 7 kör van hátra. Kína a harmadik helyen, Korea sehol. Úgyhogy a dobogó az többé-kevésbé biztosnak tűnik. Nok Viktor az utolsó váltással. Gyerünk Viktor, tartani kell a második helyet, Kanada vezet. Nok Viktor mellett most belsőjében elmegy a kínai, aki rámegy a kanadaiakra is. A harmadik helyen a magyar váltó, az utolsó előtti váltás következik most. Burján Csaba már a jégem. Aztán jönnek majd a Liu testvérek, természetesen most érkezik majd az újabb magyar váltás. Kanada vezet, Kína a második helyen. A kínaiak is eltolták félkörről a váltást, és ezt ki tudjuk használni. Följön a második helyre a magyar váltó Liu Shaolinnak köszönhetően. Most jön Sanyi, és most jön Samuel Girard. Rá tudunk-e menni az aranyéremre is? Liu Shaolin Sándor átveszi a vezetést. Az utolsó kör következik. Te jó ég, vezet a magyar váltó. Korea bekavar még egy picikét. Jönnek a kínaiak, de Magyarország nyeri az olimpiát. Te jó ég! Megvan az olimpiai bajnoki cím! Hogy csinálták meg a végén? Megvan az olimpia! Ez az! Óriásit ment a magyar váltó! És Alice Christie, akinek nem jött össze az egyéni, ott gratulál. És most mi ünneplünk a palánkon. Nem a kanadaiak, mint 2010-ben. És most nálunk csattan el a csók. A Liu testvérek honnan hozták ezt fel a végén? És Sanyi megnyeri! Magyarország olimpiai bajnok, először a téli olimpiák történetében, iszonyatosan jó versenyzéssel. És ne felejtsük el, Hajós Alfréd volt az első nyári olimpiai bajnok, akire mindenki emlékszik, még az is, aki nem követi a sportot. Az első téli olimpiai bajnoki cím pedig ezé a váltóé, amely nagyon-nagyon megérdemelte. Egy borzasztóan nehéz.